A reguláris képzések, azt hiszem az egyik március vége, másik április vagy április. Jó napot kívánok! Dobrý deň prajem! Dzień dobrý! Szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket, előadóinkat, a konferencia résztvevőit. Külön köszöntöm Jan Riedel professzor urat, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata irányító bizottságának elnökét. František Mikloško urat, a szlovák parlament egykori elnökét, a konferencia szlovák védnökét, és a további védnököt, ő excellenciáját, Balogh Csaba urat, Magyarország pozsonyi nagykövetét, a konferencia magyar védnökét, ő excellenciáját, Tomás Hony urat, Lengyelország pozsonyi nagykövetét. Kisgyé Csaba professzor urat, konferenciánk fő védnökét, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata tudományos tanácsának elnökét, a szlovák oktatásügyi minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályának vezérigazgatóját, Belovics Vladimír urat, valamint a házigazda Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karának dékánját, Komzsík Attila urat. Bevezetőm elején hangsúlyozni szeretném, a szlovákiai magyarok fontosnak tartják mindenkor a közvetítést. Ehhez szeretne hozzájárulni az élő Zoboralja Polgári Társulás a mai Eszterházy Jánosról szervezett konferenciával. Eszterházy személyéről előjáróban bizonyára elmondható, hogy a magyar történeti emlékezet megbecsült része. Nyilvánvaló azonban, hogy megítélése a közép-európai régióban nem egységes. Az itt élő nemzetek személyét és közéleti tevékenységét eltérő nézőpontból értékelik. Lényegi különbség mutatkozik a magyar és a szlovák fősodrú álláspont között. A magyar és a lengyel mellett létezik egy, attól eltérő, szlovák és részben cseh értelmezés is. Konferencián kísérlet a két történeti narratíva közelítésére. Szeretnénk hozzájárulni az eltérő álláspontok közötti távolságok csökkentéséhez, az Eszterházyról szóló párbeszéd, vita előmozdításához. Ezért a magyar nézőpont mellett akár az attól lényegileg elütő véleményeknek és álláspontoknak kívántunk teret adni szlovák, cseh és lengyel szaktekintélyek szerepeltetésével. A közös megbecsülés jegyében mítoszrombolás vagy mítosz, új mítoszok építése helyett a kapcsolódási pontokat keressük, kívánjuk megtalálni ebben a történelmi sérelmek és félreértések miatt terhelt, nem ritkán ideologizált témában. A magyar és szlovák történeti szemlélet között keressük azt a közös alapot, amelyből kiindulva Eszterházy újraértelmezhető. A szlovák közösséggel ápolt személyes és szakmai kapcsolatai mélyebb feltérképezésére is hangsúlyt helyeznénk. Szeretnénk hozzájárulni az előítéletektől és konstruált koncepcióktól mentes Eszterházy értékeléshez, amely Eszterházy származásából is adódóan a közép-európai egymásra utaltság jegyében születne. Jelentős előrelépés ezzel kapcsolatban, hogy ma Eszterházy halálát követően először válik lehetségessé, hogy személyét a tudományosság igényével, konferencia keretén belül, szlovákiai egyetemi környezetben egyúttal a szűkebb értelemben vett szülőföldjén értékeljük. Zoboralja érdeklődő közönségének nem ritkán, csupán bizonytalan elképzelése vagy egyoldalú ismerete van Eszterházyról. Esetleg történeti okokból nem volt szabad őt tisztelnie. Fontosnak tartjuk a rendezvény megvalósulását a fent említett okokon és nagyobb távlatokon túl
Tehát azért is, hogy a nyitravidékiek és az itt tanuló diákok is lehetőséget kapjanak Esterházy több szempontú megismeréséhez. Kívánok önöknek hasznos konferenciázást, eredményes, előremutató párbeszédet. Srdečně vítám ctěných prítomných všetkých účastníkov konferencie. Je mi cťou privítať medzi nami pána profesora Jána Ridela, vedúceho riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a solidarita, pána Františka Mikloška, bývalého predsedu Slovenskej národnej rady, garanta konferencie zo slovenskej strany, jeho excelenciu Csabu Baloga, veľvyslanca Maďarskej republiky v Bratislave, garanta konferencie z maďarskej strany, jeho excelenciu Tomáša Chvoňa, veľvyslanca Polskej republiky v Bratislave, profesora Čabudie Kiša z organizácie Európska sieť Pamäť a solidarita, Vladimíra Beloviča, generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pána Attilu Komžíka, dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na začiatku môjho príhovoru by som rád zdôraznil, že Maďari, žijúci na Slovensku, sa pri riešení názorových neschôd snažia o konštruktívny dialog a v tomto duchu sa rozhodlo občianske združenie Živé podzoborie prispieť s organizovaním konferencie o Jánošovi Esterházym. O Jánošovi Esterházym je súčasťou maďarskej historickej pamäti. Zároveň je tiež zrejmé, že jeho posúdenie v stredoeurópskom regióne nie je jednoznačné. Jeho osobu a verejné pôsobenie posudzujú z odlišných uhlov pohľadu. Zásadný rozdiel sa ukazuje medzi slovenským a maďarským hlavným prúdom, popri maďarskej a poľskej jestvuje odlišná slovenská a čiastočne aj česká interpretácia. Cieľom konferencie je zblíženie dvoch historických naratív, vyvolanie dialógu a nastolenie diskusie. Z tohto dôvodu sme radi vytvorili priestor pre slovenské, české, poľské a maďarské odborné stanoviská. Namiesto búrania mýtov a budovania nových v duchu vzájomnej úcty chceme nájsť spájajúce body v tejto dejinnými nedorozumeniami a krivdami zaťaženej a nezriedka ideologizovanej téme. Hľadáme v maďarskej a slovenskej naratíve spoločný základ, vychádzajúc z ktorého by sme mohli opätovne prehodnotiť osobu Esterházyho. Naším zámerom je ponúknuť priestor pre nové stanoviská, ako aj pre možnosť približovania. Nadväzujúc na predošlé pokusy, sme radi, že dnes prvýkrát po smrti Esterházyho máme príležitosť na rozvinutie interpretácie jeho osoby na akademickej pôde v jeho rodisku Nitre. Podzoborské publikum, zaujímajúce sa o osobu Esterházyho, má o ňom často len nejasné, prípadne jednostranné informácie, pričom z historických dôvodov si ho nemohlo uctiť. Z vyššie uvedených dôvodov považujeme za veľmi dôležité uskutočnenie tejto konferencie, pretože prítomné publikum a predovšetkým študenti budú mať možnosť nahliadnúť do danej problematiky z viacerých uhlov pohľadu. Prajem vám úspešnú konferenciu a hodnotný dialog. Vítam srdečne našich poľských gostí. Jego excelencie, pána Tomáša Chvoňa, ambasadora Rzeczypospolitej Polskej Bratislavie. Pána profesora Jána Ridla, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, jak również polskich prelegentów, panu profesoru Arkadiusza Adamczyka oraz Dariusza Roguta z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim.
życzę Państwu udanej konferencji, owocnego oraz perspektywicznego dialogu. Felkérem a házigazda egyetem közép-európai tanulmányok karának dékánját, Komzsik Attila urat, legyen szíves megtartani köszöntő beszédét. Köszönöm szépen. Tisztelt excellenciás urak, nagykövet urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözöljek a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara nevében. Amikor minket megkerestek ezzel a kéréssel, hogy Eszterházy Jánosról szeretnének egy konferenciát tartani, és ennek a konferenciának helyszínéül szeretnék a mi karunkat választani, hogy felmerjük-e vállalni ezt a feladatot, ami nem egyértelmű, hogy ez jól vagy rosszul sül el. Én úgy gondolom, hogy az egyetemeknek és a karoknak a fő küldetése az, hogy a tudományos párbeszédet, a tudományos dialógust elősegítsék, főleg azokban a kérdésekben, ahol ez nem egyértelmű, mármint a megítélés az adott kérdésnek nem egyértelmű. Én úgy gondolom, hogy Eszterházy János személyisége, vagy tehát személyiségének megítélése sem egyértelmű magyar és szlovák oldalon, és van ugye még a lengyel és cseh nézőpont, amikre itt most majd rávilágítanak az előadók. A feltételünk egyetlen egy volt, hogy ez egy tudományos dialógus legyen, több oldalról megvilágítva a kérdést. Mondom majd szlovákul is. Tak poviem to aj po slovensky, krátko si dobre, kvôli prekladu. És én úgy gondolom, hogy a programot elnézve elmondhatjuk, hogy ez a program, ez nem egy oldalú történet lesz, megpróbáljuk megvilágítani, vagy megvilágításra kerül majd Eszterházy János személyisége minden nézőpontról. Nem hiszem, és biztos vagyok benne, hogy a konferencia végén nem lesz itt nagy összeborulás és nagy konszenzus. Én úgy gondolom, hogy elegendő az első lépésnek, hogyha meghallgatjuk egymást és egymás nézőpontjait. Én ehhez kívánok a mai tárgyaláshoz sikeres konferenciát és értékes tárgyilagos párbeszédet és dialógust a kérdéskörben. Vaše excelencie, vážené dámy, vážení páni, som rád, že vás môžem privítať v mene Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Keď nás pán Zoltán Zilazy vyhľadal s touto prosbou, žiadosťou, že by chceli organizovať konferenciu o Jánošovi Eszterházymu, a miestom konania tejto konferencie mala byť naša fakulta, či by sme dovolili, povolili, ponúkli priestor, naše priestory našej fakulty, tak ja som povedal, že univerzity, fakulty, a najdôležitejším poslaním všetkých univerzít a fakult, nie len na Slovensku, ale aj na celom svete je, aby vytvorili miesto a priestor pre vedecký dialog. Jedinou našou podmienkou bolo, aby táto konferencia naozaj priniesla takýto vedecký dialog. A ja si myslím, že na základe toho programu môžeme konštatovať, aby to nebol jednostranný dialog, lebo potom už je to monológ a nie dialog. Aby to nebolo jednostranné, ja si myslím, že na základe programu našej konferencie alebo tejto konferencie môžeme kľudne konštatovať, že nie je to jednostranná konferencia. Je tu možnosť a ponúka sa tu možnosť vypočuť si všetkým stranám názory aj tej druhej strany alebo tretej a štvrtej strany. Vôbec si nemyslím, že po dnešnej konferencii každý bude mať jednoliatý a rovnaký názor na pôsobenie a na život a životné dielo Jánoša Eszterházyho, ale dúfam, že vypočujeme si navzájom prednášky aj z tej druhej strany a nájdeme, tak ako to povedal pán Zilazy vo svojom úvode, tie spoločné body, ktoré vie akceptovať aj jedna, aj druhá strana. Ja si myslím, že popri tých spoločných bodoch sa tam potom hľadať aj ďalší dialog alebo rozvíjať ďalší dialog aj o takýchto veciach, ktoré sú sporné v slovensko-maďarských reláciách. Ja v tomto duchu želám úspešnú konferenciu všetkým tu prítomným a naozaj vecný dialog v tejto problematike. Ďakujem a vítajte ešte raz na fakulte.